Pest Erzsébet helytállásból, az akkori napok eseményeiben történt részvételben jelesre vizsgázott. Akik már jártak az irodámban, illetve a polgármesteri iroda előterében, az úgynevezett titkárságon, azoknak lehet, hogy már néhányunknak feltűnt, de akiknek nem, és elsősorban nektek gyerekek mondom ezt, van kinn a falon egy bekeretezett újság, amelyet a 2000-es évek elején küldött hozzám egy talán Komárom utcában lakó, akkor 83 éves idős hölgy, egy levél kíséretében, ami egy levélnek nem szó szerinti idézete, az úgy hangzik, hogy tisztelt polgármester úr, hosszú évtizedeken keresztül őriztük ezt az újságot, szeretnénk, ha ez méltó helyre kerülhetne, akár a Városházán vagy Pest Erzsébeten, hiszen az ebben szereplő hírek, tények Pest Erzsébet történetének részét képezik. Ez az újság nem más, mint a Magyar Szó november 1956. november 3-ai száma, amelynek egyik vezércikke az a Pest Erzsébeti hősök temetéséről szól, és egy fotó található rajta, a fotón nagyon sok ember látszik, akik elmentek annak a több mint 20 áldozatnak, hősnek a temetésére, akik az 56-os szabadságharcban, forradalomban estek el itt Pest Erzsébeten. Nem szoktam én ezt az újságot nap mint nap megnézni természetesen. A idős hölgynek a levele is alatta bekeretezve otthon a falon. De most, hogy ide jöttem, vetettem rá egy pillantást, és ugyan szinte szóról-szóra ismerem az újságnak az első oldalát, az összes hirdetményével együtt, mert több hirdetmény van rajta, illetve ezzel a vezércikkel, meg más egyéb felhívásokkal kapcsolatosan. De egy valami mindig megfog bennem, és benne, és ehhez elég egy pillantás, hogy az a tény, hogy valaki évtizedeken keresztül megőriz egy ilyen ma már dokumentumnak nevezett írást, az egyfajta elkötelezettséget jelent. És az ünnep igazán nem attól válik, vagy nem attól kap értelmet, hogy az aktuális hatalom, vagy az aktuális politika azt ünnepként kezeli, hanem sokkal inkább attól válik ünnepé, hogy az átlag ember, hogy a szomszédaink, vagy mi magunk úgy gondolunk erre a napra, olyan érzelmeket táplálunk iránta, olyan gondolatokat fogalmazunk meg, amelyeket ezt ünneppé avatják. És én azt tapasztaltam az elmúlt évek, most már mondhatom évtizedek során, hogy október 23-a és az azt követő napok Pest Erzsébeten attól válnak ünnepivé, hogy az itt lévők, az itt élők, az itt tanulók és az itt tanítók a lelkükben, a szívükben ünneppé teszik. Ebben nagyon sokaknak kell köszönetet mondanunk, többek között Csomogyvári Gézának és a jelenlévő 50 Pest Erzsébeti 56-os szövetség tagjainak, hiszen az nyilvánvaló, hogy egy ma 10 éves fiatal, egy általános iskolás Pest Erzsébeti gyermek számára nem jelentheti ez a ünnep, ez a nap ugyanazt, nem ugyanazt az érzelmet, nem ugyanazt a gondolatot ébreszti bennük, mint azoknak a napoknak az átélői tevékeny részesei. De hogy ráérezzenek, hogy miért állunk itt, miért emelünk koszorút és helyezzük azt el, abban igenis
komoly előfeszítéseket tettünk, teszünk, mint önkormányzat, mint 56-os szövetség, és erről majd Somogyvári Géza fog itt néhány gondolatot mondani valamennyiünk számára. És nem véletlen talán az sem, hogy az az örökség, amelyet ezek az idők ránk hagytak, Pest Erzsébeten mindig is élő volt, és az elmúlt évtizedekben a demokrácia keretei között ezt az örökséget képesek voltunk közösen ápolni, köszönetet mondani, minden egyes nyilvános szereplésünk alkalmával, mint ahogy azt teszem most is, kerületi 56-os szövetség tagjai felé, Somogyvári Géza felé, és köszönetet mondok a gyerekeknek, akik részt vettek azokon az eseményeken, amelyek ezt az ünnepség sorozatot felvezették, és ahogy köszönetet mondok mindazoknak, akik évről évre, pártállástól függetlenül tiszteletüket teszik itt az emlékezések terén. Az emlékezés terén az 1956-os hősöknek állított emlékoszlopnál Pest Erzsébet önkormányzata és a Pest Erzsébeti 56-os szövetség pártok képviselői, civil szervezetek, kerületi lakosok, valamint diákok és tanárok fejezték ki tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ugyancsak a megemlékezés keretében adták át Somogyvári Géza Pest Erzsébet díszpolgára kezdeményezte fáklyás történelmi váltófutás és vetélkedő győzteseinek járó serlegeket. A versenyt évről évre azon egyetemisták tiszteletére rendezik, akik 1956-ban forradalmi lángot gyújtottak, mondta a vetélkedő szellemi atya Somogyvári Géza, aki örömének adott hangot, hogy egyre több tanuló vesz részt a történelmet idéző rendezvénysorozaton. Különös fintora a sorsnak, hogy még más nemzetek nemzeti ünnepeik győzelmekről, diadalokról, földrajzi fölfedezésekről szólnak, addig a magyar nemzeti ünnepek egy vesztesség nyomán kialakult államalapításon, és két olyan forradalomra tértek vissza, amelynek tulajdonképpen vesztesei voltunk. Különös dolog ez. És akkor eszembe jut egy angol történésznek, már többször hivatkoztam rá, aki itt volt diplomata Magyarországon 1980 és 83 között, Brian Kertlichnek a megállapítása, hogy más nemzet ebben elpusztult volna ebbe a rengeteg vereségbe, és a magyarok ebből mindig talpra álltak, mindig megmutatták, hogy nekik volt igazuk, és mindig csodálatos eredményeket produkáltak. Én erre gondoltam most, miközben készültem erre a pár szóra. Pest Erzsébet különösen sokat produkált ebben az időben. A magyarok, ahogy Brian Kertlich mondta, megtanultak a vereségekből gyorsan felépülni és új országot építeni. Mi is megtanultunk, a mikorunk is. Amikor az ember értelmiségi lesz, különösen alkotó értelmiségi, akkor megpróbál nyomot hagyni az életben. Én is ezt tettem. Amikor 1997-ben javasoltam, hogy rendezzünk váltófutást a budapesti, a szegedi, a debreceni egyetemisták tiszteletére, akik felgyújtották a forradalmi lángot és az elterjedt, akkor az önkormányzat, a polgármester úr első pillanatban emögé állt, és azóta rendezünk váltófutást. Egyre nagyobb létszámban. Aztán 2000-ben az államalapítás évfordulóján javasoltam, hogy történelemből is rendezzük meg ezt a vetélkedőt három témában, az államalapítás témájában, a magyar szabadságmozgalmak témájában, nem csak 56, hanem Rákóczi Ferenctől kezdve az összes szabadságmozgalom témájában és Pest Erzsébet helytörténete témában.
akkor rögtön megint mellém álltak, és azóta rendezünk középiskolásoknak is, és általános iskolásoknak is történelmi vetélkedőt. Egyre nagyobb létszámmal, egyre magabiztosabban. Úgy éreztem, hogy a nyom, amit itt hagyok, az nincs veszélyben. Pest Erzsébet kijelölte a Pest Erzsébeti Pedagógiai Intézetet, hogy ezeket a versenyeket lebonyolítsa, meg is tette magas, jó színvonalon, és aztán az oktatás központosításával kapcsolatban megszűnt a Pedagógiai Intézet. Egy pillanatra a nyomhagyást veszélybe láttam, de polgármester úr javaslatára az önkormányzat együttesen megszavazta, hogy a Csili vegye át ezt a feladatot, de meg kell mondanom, hogy a Csili mellett a történelem tanára, különösen Bondor Mária igazgatóasszony e gondolat mellé állt, és folytatta a kérdések, illetve a tanulmányi verseny kérdéseinek az összeállítását, sőt, részt vett a lebonyolításban is. Ekkor tudtam, hogy a nyomhagyás az nem került veszélybe. 56 izzó őze volt, Magyarország remény és pokol. Jön a tömeg, és a harag nő. Egy hazug világ szilánkokra tő. Megmozdult a föld. Szóló szél, újra bonts ki azt a tépet. Tűz és vég. Ősök vágya, ami bennünk lángol. Hungary. Szólít hív a remény hullám hozzá. Tarts még ki. Érted, éltünk, érted, bátran hallnánk. Most már késő, ezred mélyre fog.
Pest Erzsébeti megemlékezésen a forradalom kivégzett mártírja, a jutadombi csata egykori parancsnoka, Mecséri János posztumusz altábor nagylánya is tiszteletét tette. Én 6 éves voltam, amikor édesapám börtönbe került, 2 évig volt börtönbe. Én csak annyit tudok mondani, hogy mindig is egy vérből született katona volt, mindenki ezt mondta róla. Én, amit 6 éves koromig átéltem, az szintén egy katonai fegyelemmel élő ember volt az édesapám, de minden téren. Hogy éltem meg utána a elvesztését, arról jobb nem beszélni, mert nagyon-nagyon sokszor, tehát nagyon sok ideig édesanyámmal csak mi ketten tudtuk, mi hogyan történik, mi gyászolunk, másnak nem mondhattuk el, ez nagyon sok évig így volt. És már én felnőtt voltam, sajnos édesanyám már nem élhette meg, de mindig azt mondta, ez még a fülembe cseng a mai napig, hogy te még megéred, hogy édesapádra büszke leszel, de én már nem. Segít önnek feldolgozni az eseményeket, amikor megemlékezésen vehet részt, és valóban megélheti azt, hogy hősként gondolunk az ön édesapjára? Hát segítene, ha többször. De most az utolsó jó pár évben valahogy feledésbe merült az 56. Így érzem én most. Annak ellenére, hogy most Szentendréről jöttem ide, Szentendrén, a laktanyába a kiképző akadémia az ő nevét kapta, pontosan jövőre lesz 10 éve. Ez talán az, ami egy kis, hogy mondjam, tehát az, hogy az édesapám neve fennmarad. Ezt minden évben, ha tudok, mert én Svédországban élek, hazajövök, és oda elmegyek. Ez nagyon jó, nagyon szép dolog. Pest Erzsébeten most vagyok először. Polgármester úr most hívott meg. Nagyon remélem, hogy többször el fogok jönni, és mikor áprilisban jöttem ide először a sírkövéhez, hát akkor bizony, mint mindig, én nem tudom elfelejteni, én nem tudom úgy átélni, mint ahogy mondják, hogy ezen túl kell esni, ezt valahogy fel kell dolgozni, nem tudom. Én ahányszor ilyen esmény van, én csak sírok. Nekem 2 fiam van, már nem kicsik, 43 és 41 évesek. Szentendrei avatás után, illetve az első alkalommal is ők itt voltak, jelen voltak. Hogy mondjam el azt, hogy nagyon büszkék arra, hogy kinek az unokái. Nem is nagyon értették, még mikor elkezdtem nekik mesélni az nagyapjukról, de büszkék rána, ennyi.
A lyukaszászló felvonása után a megemlékezők az egykori Atragyár helyszínére mentek, ahol emléktábla őrzi a harcban elesettek és kivégzettek nevét. Október 26-án, 25-30 felkelő, akkor még nem nemzetőr, mert nem volt nemzetőrség, felkelő, aznap kapták meg a fegyvereiket, semmilyen kiképzést nem kaptak, megmutatták, hogy kell megtölteni, és itt leálltak, és meg akarták akadályozni, hogy a kiskunhalasi lövészezred bevonuljon Pestre. Ki is lőttek egy párat belőlük, de nem értettek a gerilla harcmodorhoz, hogy belecsípek, elszaladok, és a profi katonák egy pillanat alatt lelőtték őket, ötöt elkaptak, azokat kivégezték. Mondván, hogy statárium van, de ezt utólag találták ki. Egy életbe maradt, de ha statárium lett volna, akkor se lehetett volna az egyiket kivégezni. 16 év egy napos volt. Rásó László, egy roma gyerek. Nem érte meg a 16 év kétnapos életkort. Hát arra emlékezünk most itt.